Nagyjából másfél hónappal a burgonya bemutató után újra gazdák és agrárszakemberek gyűltek össze a Gyula Tanyai fajta kísérleti állomáson. Ezúttal a kukorica volt fókuszban. A szakmai napon a szántóföldeken kikísérletezett növényekről, illetve az idei kukorica termésről és a termesztés aktualitásairól tanácskoztak a kilátogatók. A rendezvénynek a fő célja, hogy a szárazság ellenére, hogy mit tudnak teljesíteni a kukoricák, illetve mondjuk még most a betakarításra nem kerül sor, viszont ugye már lehet látni azért a csöveken, hogy mégis milyen termés várható. Az időjáráshoz képest, aki megnézte eddig a kukorica kísérletet, mindenki meg volt vele elégedve. A konferencián szó volt arról, a klímaváltozásra a kukorica termesztésben is fel kell készülni. A gazdáknak ismerniük kell azt, hogy a különböző tájegységek között milyen különbségek vannak, és milyen technológiai változtatások szükségesek a minél jobb termés érdekében. Ahhoz, hogy tudjuk, hogy mely fajtákat kell kiválasztani a termesztéshez, ahhoz többé-kevésbé pontosan meg kell ismernünk a tulajdonságaikat. És hát ez a fajta kísérletek lényege. A fajta bemutatóké, mint ami most itt majd zajlik, az pedig az, hogy ezt közismerté tegyük, ezeket az eredményeket. Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnöke arról beszélt, a gyulatanyai fajta kísérleti állomás az elmúlt két évtizedben országos hírnévre tett szert. Mint mondta, ehhez ezek a találkozók is jelentősen hozzájárultak. A tapasztalatcsere ugyanis hatékonyabb kukoricatermesztést idéz elő a gazdák körében. Megosszák egymással azokat a jó gyakorlatokat, pozitív, illetve negatív eredményeket, amelyek alapján magát a termesztést lehet hatékonyabbá tenni, tehát valóban ez egy közösségi találkozási pont, és mind-mind azt a célt szolgálja minden egyes találkozó, így a mai és a kukorica fajta bemutató, hogy valóban előre lépést nyújtson, egy előremutató lehetőséget nyújtson, és egy olyan találkozó színhelye legyen, amely szakmailag tudja támogatni a gazdákat. Tavaly itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében rekord kukorica termést regisztráltak, hektáronként átlagosan 8,6 tonnát takarítottak be. Ez a kivételes eredmény az ideinél jobb csapadék megoszlásnak volt köszönhető. Ezúttal sem lehet azonban ok panaszra, az Agrárkamara közepesen jó termést vár a rövidesen kezdődő betakarítástól. Most a becslések szerint egy 8 tonna környékére várjuk, ami összességében azt mondható, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe egy jónak mondható, de természetesen a statisztika készítésekor voltak olyan gazdálkodók, akik meg tudták öntözni legalább egyszer, azok azt mondják, hogy akár a 120-130 mázsa is lehet hektáronként, ez nem átlagot jelent az ő kis gazdaságában se, hanem azokra a területekre vonatkoztatva, amit meg tudott öntözni. Ahhoz, hogy állandósuljon a tavalyi kiváló termés átlag, az öntöző rendszerek fejlesztésén kell jelentősen dolgozni. A szakemberek egyetértettek abban, hogy több hetes nyári szárazság esetén 2-3 alkalommal szükséges a kukorica öntözése.